Egy régi vízvezetékrendszer cseréje közben vágott el egy munkagép egy 200 mm-es középnyomású gázcsövet itt Eger belvárosában a parkolóház építkezésén. Csak azt éreztük, hogy egyre, ha erről fújt a szél, akkor nagyon gázszag volt. És ilyen formában vettük észre, és szóltunk, hogy hát mostan itt gázszag van, de már akkor leállították a gépeket. Az egri tűzoltóság 30 méteres körzetben lezárta a környéken a forgalmat. Személyi sérülés nem történt. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetésére, azaz kimenekítésre, kitelepítésre, elzárkóztatásra nem volt szükség. Jelen pillanatban 198 fogyasztó maradt gázszolgáltatás nélkül. A 198 háztartásban várhatóan estére állhat helyre a szolgáltatás.